Bicskei Bertalanról tudjuk, hogy ez így szokott lenni a válogatott találkozók előtt. Talán jobban ideges, mint más, de hát joga van hozzá, nagy a felelőssége. Fehér egyelőre, Sforza nem támadja meg, Egressi indul be üresbe, és egy picit hosszú volt a labda, de beleértek, és Egressi azt mondta, jó lehet nekünk egy szöglet, nem kell kockáztatni, semmit sem. Hodert láttuk egy pillanatra, az újoncot, és a mérkőzésből alig fél perc telt el, már is szögletet rúghatunk. A szél is megnyomja egy kicsit a labdát, rúgta gól! Gyönyörű volt! Korsó súzódik előre, és az első percben 45 másodperc elteltével vezet a magyar válogatott. Parádés kezdés! Remekül jött be Pison szöglete, szép a visszafejelés, itt láthatjuk még egyszer. Egyből elolvadt a fagyos hangulat, és senkit nem zavar a hideg. Rutka fejeli le, korsós robban, közben jó, a bajnoki meccseken is gólerős, és első válogatott beli gólját szerzi. Ez igen. Álomkérzetők vannak az FC Zürich gárdájából. Somogyi indít jól, Egressi tolja meg két érkező emberbe, ott a offoldat, óriási lehetőség, gól! Sevők József 2-0. Hihetetlen kezdés, kérem szépen. Sevők is leteszi a névjegyét góllal a válogatottban. Somogyi indít, Egressi szépen teszi át a hosszú oldalra, Sevők rábólint, és Hilfiker lábai között bent a második magyar gól. Gyönyörű támadás, három támadó, csak két védő. Góllal büntetjük a svájciakat. Nagyszerű!